Hát sziasztok, üdvözöllek titeket a legfrissebb epizód elején. Nagyon izgulok, de most nem tudom, hogy miért. Itt vagyok kint a Campona parkolójában, kora reggel 6-kor indultam, most 8 óra 10. Nem tudom, hogy hova megyünk, és nem tudom, mit fogunk csinálni. Úgyhogy egy kicsit rettegek, de tartsatok velem. Az a feladatom, ezt is SMS-ben kaptam, hogy üljek be a kocsimba, hátra, én, a saját kocsimba hátra, és kössön be a szemem. Úgyhogy most ez fog történni. Aztán, nem tudom, rettegek valamennyit, remélem, hogy nem a közeli Jugoszláviába fogunk menni. Nem tudom, mire fogok kiszállni a kocsiból. A helyszínen találkozunk. Várjál. Jó. Abból indultam ki, hogy hova mehetünk, hogy kérdeztem, hogy milyen ruha legyen rajtam, hogy ilyen dzsuvázós, bakancsos, vagy lehetek kicsit lazábba. Hát ilyen lazább, nyáriasabb öltözékre kaptam engedélyt. Úgyhogy gondolom, hogy nem lesz valami olyan nagyon nagy durvulás, vagy ha igen, akkor meg teljesen át kell öltözni. A Campónához először azt gondoltam, hogy lehet, hogy cápák közé megyünk, aztán nem, mert onnan elindultunk, ahogy így érzékelem az autó mozgásából. Itt van nem messze egy reptér, tehát ott esetleg repülni mehetünk, vagy ami még talán esélyes lehet itt mondjuk valamilyen olyan járművet vezetni, hogy nem tudom, elmenni tankozni, vagy lőni esetleg. Na, izdítják a láncfűrészeket, hallom? Hallom. Próbálom összeragni, hogy hol a francba vagyunk, de még mivel nem érzek földutat, emiatt ilyen bitumenes résznél gondolom, hogy nem valami vadonba jöttünk ki. Mondjátok meg, hol vagyunk! Ez emberrablás! Szenvedjek meg vele, mi? Oké, kiszálltam. Itt kezdődik az akadálypálya. Most effektív egy bolondnak érzem magam. Valahol a világ végén témfergek bekötött szemmel. Madarak, erdő, tuti el fognak adni. Versenypálya? Na jó, most már... 70 méter. Király. Hallasz valamit, nem? Abszolút. És rettegéssel tölt el. Annyira tudtam. Annyira tudtam, hogy levegő lesz. Király. És ez a kis Diamond lesz a mai paripánk. Alig férsz bele. Igen, ez lehet, hogy nem én rám van méretezve, de hát... Azért valahogy nagy duzzogba csak megoldjuk. Ez már egy checklistet, akkor most megnézzük, ellenőrizzük. Most már hallottak azért. 1-2-3. Ebben a nagy melegben a felfelé jövő légáramlatok néha elkezdik dobálni egy kicsit a gépet. Na hát itt kezdődtek a problémák. Esztergom felé átvettem egy kicsit a botkormányt. Akkor most kapd el ezt a kormányt, légy szíves. Lazacsuklóval egy kézzel. Próbáld meg azt most ennyit, hogy a icipici mozdulatokkal korrigálom mindig, vagy valamennek. Ugye lenyomod, akkor fejre áll. Aha. Fölfelé jobbra-balra értelemszerűen, de kicsi mozdulatokkal láb nem kell hozzá sem. Jó. Hol átadtam? Föl az óra, picit nyomjál rajta. Kicsi mozdulatokkal egy felhő pamacsot próbálok követni. Ehhez őt menj vissza lejjebb. Úgy van. Jó. Lészi, óvatosan ne rángasd meg. Igyekszem. Kaptam egy kis alapképzést, hogy mit kell figyeljek, ugye a műhorizonton próbáljam meg stabilan tartani a gépet, illetve figyeljem, hogy 2000 és 2200
méter között volt a repülési magasságunk, ezt kellett nagyjából tartanom, és az esztergomi bazilikának a kupoláját kellett bal szárnyról fognom. Van egy pilótám. Most tényleg? Ennyire kontrollálod, Máté? Tényleg én viszem, most teljesen egyedül viszem a gépet, hál' Istennek van egy kontroll, nézd, hogy 2000 ázon vagyunk most, picit buktatom az orrát, az előbb egy picit megdobott légáramlat, mert nagyon meleg van ma a repüléshez, de nagyon-nagyon kezes a gép, nagyon-nagyon aprókat kell csak korrigálni rajta. Nem ragadhat le a szemet soha, tehát úgy a pásztázni kell folyamatosan a repülőgépet is, meg kifelé is, mert ez nem igazából is a repülés. Nagyon izgalmas volt, hogy nagyon könnyen lehet kezelni a gépet, viszont ugye ugyanilyen könnyen át lehet borítani. Folyamatosan kapsz mindenféle információt, meg folyamatosan beszél a füledre egyébként a gépnek a saját rendszere. De hát itt annyira koncentráltam, és közben elveszítettem ugye a horizontot, hogy hát felkavarodott a gyomrom, és lett egy kis hányinger, kicsit eltűnt a vér a fejemből, és elkezdtem úgy izzadni, mint ez a bizonyos nagylelkű hölgy a templomba. Úgyhogy ott kicsit mondtam, hogy jó, akkor most talán visszaadnám a profinak a lehetőséget. Sebességük általában ezeknek az utazógépeknek, tehát ez nem kiképzőgép, hanem inkább ilyen sportrepülőgép, a 120 csomó körül, ez tengeri mérföld per óra, tehát 182,5 km per óra, az 100 csomó. De az esetek nagy százaléka a repülő balesetek, főleg a kisgépes balesetek a szabályok be nem tartásával adódnak. Szabályok átlépésével, ó, én ezt is tudom, én ezt is megoldom, és nem oldom meg. Nem tartom veszélyesnek, gyakorlat kell hozzá, épp ezért az elő is van írva, hogy egy évben, ahhoz, hogy neked a szakszolgálati engedélyed folyamatosan éljen, mennyi ez a minimum repülőtóra, amit meg kell repülnöd. Pont 12 óránál fél perccel előtted ezer lábon egy ismeretlen forgalom szembe tart. Na figyeljük, még nem látom. Hát mi magasabban vagyok, úgyhogy nincs baj. Magyarországot körbe repültük a határ mentén, és beleszaladtunk ez zivatarba. Az volt a szerencsé, hogy most már ezek a berendezések, tabletek, egyebeken lehet látni a zivatar frontokat, és kikerülgettük, de az érdekes volt, amikor bujkáltunk a felhők fölött. Hagyom egy kicsit, hogy roncsa el, és érezze, hogy ő mit csinál. Igen. Vele nyukálok állandóan, sose fogja megtalálni. De abszolút, és tényleg nagyon izgalmas volt, és az, hogy ez tulajdonképpen az egész repülést így tulajdonképpen a tenyeremben érzem, tehát itt a csuklómon éreztem. A tengeri betegség, hogy olyasmi lett rajtam, hogy horizontot ugye folyamatosan figyelni kell, milyen magasság, hogy borított, stb. És nem volt semmi durva manőver, csak egyszerűen az volt, hogy egyszerűen megéreztem, hogy fú, eltűnt a vér a fejemből, levert az izzadság, akkor mondtam is, hogy akkor visszaadnám a profinak a botkormányt. És hát azért most megmondom őszintén, azért nem baj, hogy földet értünk, a reggeli így diéta alatt ugye a reggeli banános rizskásám az kellemetlen lett volna, hogyha itt a kis buborék tetejér így visszaköszön, így puff! De nagyon jó buli volt egyébként, és gyönyörű időnk volt, gyönyörű volt a látvány, nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy én vezethettem ezt a gépet. De ezért most kell egy kis idő, hogy összekapjam magam. Papulokkal ez elméletileg 6 órát tud levegőben. Kell a leszállás nélkül lehetünk. Igen. Tehát, hogyha egyszer összejön és adjék, hogy összejöjjön, hogy menni kell, délután forgatunk Pesten, aztán át kell ugrani Münchenbe, akkor majd hívjuk a Gábort, aztán megyünk forgatni. Hangárokban nőttem fel, ugyanis édesapám ő ejtőernyős katona volt, később pedig ejtőernyős versenyző, úgyhogy számomra ez az egész világ, ez nagyon közeli, és erről nem szoktam sokat mesélni, de az az igazság, hogy amikor egy kicsit kijövök egy repülőtérre, vagy amikor elmegyek repülni, akkor mindig egy kicsit közelebb érzem magamhoz édesapámat, akit 16 éves koromban veszítettem el. És most is úgy éreztem, hogy egy kicsit ott van velem, és egy kicsit röhög rajtam, amikor rosszul leszek a levegőbe. Úgyhogy jó buli volt ez ma, fater!